KDNP frakcióvezetőjének Simicskó István képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Köszönjük szépen a miniszterelnök úr tájékoztatását. A KDNP frakciója igen komoly sikernek tartja az Európa Tanács múlt heti ülésén elért magyar eredményeket. Miniszterelnök úr adott egy tájékoztatást ezt megelőzendően, pontosan a múlt héten hétfőn a delegációs teremben az Európai Uniós Konzultációs Testület ülésén. Meg kell, hogy mondjam, hogy önök is ott voltak, a baloldali frakcióvezetők, meghallgathatták a miniszterelnök úrnak az álláspontját. Egy őszinte, egyértelmű, világos stratégiával készült a múlt heti tanácsülésre, és ismertette a napirendi pontokat és a magyar álláspontot is. A magyar álláspont az egyértelmű, és most is az. Nem engedni semmiféle zsarolásnak. Bárhonnan is jön az. Nehéz időszakban különösen fontos ez, hiszen világjárványnak lehetünk tanúi, részesei. Emellett egy gazdasági válságot is láthatunk. Amikor emberek életéről van szó, akkor nem lehet engedni sem politikai, sem ideológiai zsarolásnak. Nem lehet és nem szabad ilyen vitáknak teret engedni, hanem segíteni kell az embereket, segíteni kell egymást, és valóban össze kell fogni mindannyiunknak, hogy megmentsünk minél több embert. És nem lehet kreált feltételekhez kötni Magyarország Európai Uniós forrásait. Van egy régi mondás, tisztelt képviselőtársaim, ez pedig úgy szól, hogy senki sem tér vissza úgy egy utazásból, ahogy elindult. Ha a miniszterelnök úr úgy ment volna el Brüsszelbe, hogy a hazai baloldal szerette volna, akkor a magyar érdekek nem érvényesültek volna. Magyarország egyértelműen vesztes lett volna. Tisztelt képviselőtársaim, de hála Istennek miniszterelnök úr a Magyarországnak járó pénzt megvédte, és kiharcolta a szükséges forrásokat. Ráadásul úgy, igazi komoly sikerre, hogy mind a 27 tagállam bírta ezt a döntést, támogatta ezt a magyar álláspontot. Tisztelt Országgyűlés, tehát Magyarország és Magyarország miniszterelnöke megerősödve tért vissza erről az utazásról, mi ezt így látjuk. Tehát győzött a magyar álláspont, valóban győzött a magyar-lengyel barátság is, győzött a visegrádi négyek együttműködés is, és azt kell, hogy mondjam, hogy az Európai Unió sikere is mindez, hiszen valóban a magyar érdekeknek megfelelően hozott döntést. Számomra egy fontos tanúsággal zárul ez a kinti tanácskozás és az elmúlt időszak is. Van egy hitvallásom, ami arról szól, hogy általában azok az emberek érnek el eredményeket, akik hisznek. Azok érnek el még jobbat és még több teljesítményt és még jobb eredményt, akik türelmesek, de azok érnek el mindig sikert és győzelmet, akik sohasem adják fel. Én azt láttam a múlt heti ülésen is a delegációs teremben, hogy miniszterelnök úr elszántan indul ennek a csatának, és valóban győzelemmel térhetett haza, megvédte a magyar érdekeket. Nyilván látható az Európai Unióban az a migrációs akcióterv, amely azt az állandósult veszélyt jelenti mindannyiunk számára, valamennyi Európai Uniós közösség számára, vagy ország számára, amely a 34 millió migránsnak a betelepítéséről szól, és a szavazati joggal való felvértezésükről. Ez ellen küzdeni fogunk, és küzdeni kell, és a kormány támogatjuk ebben a törekvésében is. Siker és győzelem, mert nem köthetik Brüsszelben politikai és ideológiai kérdésekhez a Magyarországnak járó forrásokat és ezek biztosítását. Tehát magyar győzelem született Brüsszelben, úgy, hogy közben a magyar kormány és a magyar egészségügy mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar emberek életét megóvja. A mi ismereteink szerint 17 millió vakcinát kötött már le a magyar kormány. Ez azt mutatja, hogy igenis időben meghozza a szükséges lépéseket és döntéseket annak érdekében, hogy a magyar emberek egészségét megóvja. Ugye, mielőbb érkezzen vakcina, oltási terv elkészült, bevizsgált és hatékony oltóanyagra van szükség, és nyilván állam által szervezetten, ingyenesen és önkéntesen, ezek mind-mind fontos elvek, és csak így lehet ezt tenni korrekten. Elindult a regisztráció is, nagyon sok ember jelentkezett, már több mint 100 ember regisztrált a védőoltásra. Tehát, tisztelt képviselőtársaink, minden esélyünk megvan, hogy egy másik fontos győzelmet arassunk, ha így készülünk a továbbiakban is, legyőzzük a koronavírust, és megóvjuk a magyar embereket, és akkor Magyarország ismét győztes lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgatta.